Szeretettel köszöntöm a Bonum TV Arcok című műsornak nézőit, és szeretettel köszöntöm Balta Angéla szociális testvért, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Mozgalom elnökét. Köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást. Nagyon szívesen jöttem. Azzal kezdeném, hogy én a Bonum TV keretében találkoztam önnel először, Újpesten, egy városmisszió keretében, amelynek ön volt az egyik szervezője, sok egyéb más testvér és kollégája mellett, és engem nagyon megkapott az a zárómise, amiben az emberek letették az életüket Jézus elé. Mit jelent az, hogy valaki Jézus kezébe leteszi az életét? Ez egy válasz. Válasz arra, hogy Isten végtelenül szeret bennünket. Nem azért teszem le az életemet, nem tudnék vele mit kezdeni, és nem azért, mert béna lennék hozzá, hanem azért, mert Isten teremtett meg bennünket, az ő szeretetéből vagyunk, az ő atyai szeretetéből, és mert Jézus az, aki emberré lett, meghalt értünk a bűneinkért, annyira szeret, hogy meghalt értünk és feltámadt. És ez az élet azért van, mert mi kaptuk. És a legjobb helyen, a legjobb vezetésben nála van. Hogyha rábízzuk az életünket, akkor egészen biztos, hogy jó helyre fogunk menni. Mert ő az pontosan, aki tudja, hogy merre kell mennünk. Nagyon sokszor tévedünk, és össze-vissza futkározunk az életben. De amikor egy folyó el akar jutni a tengerbe, akkor legjobb, hogyha a medrében fut. Amikor átadjuk az életünket Jézusnak, akkor igazából a medrébe kerül a mi életünk. Úgy, mint ahogy a folyó megtalálta azt, hogy merre kell mennie. Amikor először találkoztunk, akkor én egy nagyon energikus, rendkívül dinamikus embert láttam, ismertem meg önben. Ez a dinamizmus, ez honnan ered? Mi a titka ennek? A dinamizmus az egy ajándék, de hozzá kell tennem, hogy szerintem nem is csak a természetemről származik, bár bizonyos mértékig, de szerintem abból is, hogy a Szentlélek megerősített. Ő az erősség lelke, én alapvetően egy csöndes, visszahúzódó, nagyon gátlásos lány voltam, és nagyon félénk is, ami aztán később változott. De nem csak azért, mert különböző kihívások elé kerültem, hanem azért, mert a Szentlélek bátorított. Mert ő a bátorság lelke, és meg is gyógyított ezekből a gátlásosságokból, gyengeségekből. Ezekből gyógyulni kell? Igen. Miért? Egyértelműen. Azért, mert a gátlás az, ami bennem volt, az a kisebbségi érzés, ami bennem volt, az nem volt jó. Én sokszor féltem az emberektől, mit fognak szólni, hogyan fognak reagálni, hogyan fognak elfogadni, és ez problémát okozott nekem. És ezért a kapcsolatteremtés is problémát okozott. A későbbiek folyamán azonban ahhoz, hogy meg tudjak élni, nem azért, hogy a mindennapi keresetemet megszerezzem, hanem azért, hogy ki tudjon nyílni az életem úgy, mint egy virág, ahhoz bizalomra volt szükségem, és ezt alapvetően az Istentől kaptam meg. Erdő Péter bíboros úr köszöntötte önt ezen az istentiszteleten is én, és ugye ez, ha nem árulok el titkot, akkor ez az 50. születésnapja volt. Tudnál valahogy összegezni ezt az elmúlt 50 évet az Istennel való járás útján? Az elmúlt 50 évet összegezni, az attól függ, hogy mennyi időnk van, de hálát adok az Istennek. Tehát hozzá kell tenni, hogy valóban az 50. születésnapomat egy evangelizációval szerettem volna megünnepelni, mert aki megszületik, akkor nagyon sokszor azt köszöntik meg. Pedig az életet ő csak leéli. Az életet mi kaptuk az Istentől. És ezért azt gondoltam, hogy nem szoktam nagyon megünnepelni a születésnapomat, rendkívüli dolgokat nem szoktam partikra részt venni, de azt mondta, az 50. az olyan gyönyörű, az egy hálát kell adni. Úgyhogy az 50 évemben, tehát ez a születésnap, ez kifejezi azt az ünnepet, hogy hálát adok az Istennek, hogy élek,
De nem véletlen, hogy evangelizációval ünnepeltem meg, mert hogyha az 50 évemre visszatekintek, az én legfontosabb élményem az, hogy az Isten nagyon szeret. És már kamaszkoromban, mikor már megtértem, arra vágytam elementáris erővel, hogy mások is higgyenek benne. És éppen ezért ünnepeltem meg az 50. születésnapot így, hogy mások is megértsék azt, hogy Isten nagyon szereti őket. És az életük a legjobb helyen Isten kezében van. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy megtaláltam a helyemet. És ha össze akarom foglalni, tehát választ szeretnék adni erre a kérdésre, akkor azt jelenti, hogy az én életem egyre erősödött az Isten kapcsolatban, egyre erősödött a küldetés tudatomban, mert a nevem azt jelenti, hogy Angéla, azt jelenti, hogy küldött. És hiszem azt, hogy Isten ezt az 50 éves szemét, és még a későbbiekben is küldi az emberekhez. Küldi, mert meggyógyult, küldi, mert megtapasztalta, hogy Isten jó, küldi, hogy Istenben a legjobb a mi életünk. És ha össze akarom foglalni az életemet egy szóval, azt mondtam, hogy örömhír továbbadás. Mert örömhírt kaptam, örömhírt adok tovább. Ezekből a szavakból egy nagyon letisztult személyiség képe bontakozik ki nekem. Ritkán találkozok ilyen emberrel, aki ilyen szépen és tényleg letisztultan tud beszélni. Hogy látja azt, hogy a mai világban mennyire van szükség letisztult emberekre? Van egy jó hírem, folyamatosan tisztulunk. Persze, hogy szükség van letisztult emberekre, de amíg élünk, ez a tisztulási folyamat tart. Az utolsó pillanatunkig. Ezért mindenkinek van reménye, hogy még mindig van esélyem, hogy ez a nap, ez új lehetőség. Új lehetőséget ad arra, hogy megváltozzak, új lehetőséget arra, hogy kinyíljak, új lehetőséget és új bizalmat ad. És azért, mert Isten ad nekünk új lehetőséget. Isten ad nekünk új bizalmat. És ebben élhetünk nap mint nap, hétről hétre, évről évre. És még valami, hogy a letisztulás itt a Földön történik, de miért tisztulunk le? Valamiért. Azért, mert az Isten országában letisztult embereket lehet majd élni, tapasztalni. Mondhatok erre egy példát? Életemben egyszer eljutottam Németországba, Szent Bláz ilyen nevezetű helyiségbe, ahogy bekerültünk a kápolnába. És a kápolnában volt egy ekkora nagy aranykereszt. Tele volt égkövekkel. És én bámultam, hogy ez milyen csodálatos, milyen gyönyörű. Oda mentem hozzá, és én néztem a letisztult köveket. Meg voltak csiszolva, vagy féldrága kövek voltak, vagy ásványok voltak benne, és középen pedig egy kisebb kereszt volt, egy egészen kicsi kereszt. Tehát a kövek úgy a keresztben, a kereszt köré voltak rendezve. És úgy éreztem, hogy ez a mennyekországának a jele. Vagyis a Földön minket megcsiszol az Isten. És minden jobban hagyjuk, hogy megcsiszoljon, annál több fény lesz a mennyek országában. Tehát ez a fény, ez át fog rajtunk ütni. És ezért, ha letisztulunk, annál nagyobb lesz a ragyogás. És ez a fény kell, hogy bennünk már ott legyen. Ezt a fényt kaptuk, nem mi tesszük, kaptuk, és átadjuk. Ez a csiszolódási folyamat fájdalmas? Hogyne? Természetesen. Önnek fájt? Nagyon. Hogyne? És most is csiszolódom. Állandóan. Vannak nagyon erős csiszolási fázisok, és vannak gyengébbek. De amikor túl vagyunk egy nehéz fázison, akkor látjuk, hogy ide jutottunk el. Hála legyen Istennek. Ez már megtörtént bennünk. Tehát ő egy csodálatos formát akar kialakítani bennünk. És tagadhatatlan, hogy látom a keresztény testvéreim életében is, hogy mekkora csiszolások történnek. De Istennek legyen hála. Minden a javunkra válik, ez is. Tudna az életéből mondani egy nehéz csiszolási időszakot? Hó, sokat. Hirtelen most az első fogadalmam környéke jutott az eszembe, amikor
Akkor még az illegalitásban történt az első fogadalomtételem. Szányba volt? A fogadalomtétel 88-ban, de 87-ben jelentkeztem arra, tehát egy évvel előtte kellett jelezni, hogy mi szeretnénk fogadalmat tenni. És ezek után nekem nagyon-nagyon nehéz periódusom volt az ima életemmel. Nem tudom elmondani, hogy annyira száraz volt a kapcsolatom az Istennel, mintha fürdvízport ettem volna. És én így megyek bele egy mély kapcsolatba. Hát ez teljesen olyan, mint amikor valaki készül a jegyességre, és úgy érzi a másik teljesen hideg, elutasító. Hát hogy lehet ebbe belemenni? Teltek a hónapok, és ez így ment. No, és elmentünk Medjugorjéba. Ez volt a kvázi lelki gyakorlatunk, hiszen nem lehetett hivatalos lelki gyakorlatunk, és azt kértem Istentől, Istenem, mutasd meg nekem a te szeretetednek a jelét. Mutasd meg. Nagyon kérlek. Sőt, olyan rafkós voltam, hogy ha nem mutatod, ez április elején volt, ha nem mutatod meg a te szeretetednek a jelét, nem teszek fogadalmat, sőt, nem szép, de Istennek még határidőt is szabtam, április 27-ét, hiszen ez az én Isten élményemnek az ünnepe. Azt mondtam, ha addig nem teszel valamit, én nem teszek fogadalmat. No, elmentünk Medjugorjéba. Becsuktam a szemem, és mindenhol kereszteket láttam. Becsuktam a szemem, és ha imádkoztam, akkor is keresztek jutottak az eszembe. Imádkozott értem az egyik testvér, meg kértem, hogy nem bírom tovább. Mit látott? Azt látja, hogy én a kereszt előtt állok, és Jézus az egyik kezével átölel, de megint kereszt. Ez borzasztó. Utána utolsó misén, amikor már ugyan reggel voltunk misén, még ott maradtam, én nem mentem ki napcsodát nézni, és mentem a pap után, mert a pap eltávolodott tőlem, és amikor megrángattam a ruháját, hogy engem is áldoztasson meg, a pap rám nézett, fogta az oltári szentséget, keresztet rajzolt, és úgy adta nekem. Hát én pap voltam. Tehát mindenhol keresztekkel találkoztam, és menekültem a keresztektől. Menekültem. És amikor hazafele jöttünk, én sírtam, belebújtam a jackinbe, és ott sírtam az összes könnyemet ki, amikor megkérdeztem a többieket, hogy aztán titeket is az a pap úgy áldoztatott meg, amikor már tudtam kérdezni. Ők ilyenre nem emlékeztek. Gondoltam, az én privilégium ez a kereszt. Ez a kereszt, ez borzasztó. És aztán, amikor hazaérkeztem, egy kérdés merült fel bennem, hogy mit is kértem én az Istentől? Azt, hogy mutassa meg az ő szeretetének a jelét. És mi az ő szeretetének a jele? Hát a kereszt. De a legnagyobb szeretetének a jele a kereszt. És ő állandóan azt mutatta nekem, ami az ő szeretetének a legnagyobb jele, amit kértem. Csak hogy sokszor így bekeretezzük az Istent. Hogyha te szeretsz, akkor én boldogságokat, jó érzéseket kapok, béke van a szívemben, de ő vezet. Ez egy példa, és utána meg tudtam azt tenni, hogy a fogadalomtételre rendes korpuszos keresztre tettem a fogadalmamat, mert azt nem bírtam volna elviselni, hogy korpuszos keresztre teszek fogadalmat. Ettől kezdve azt mondtam, hogy igen, tudok. Tehát Isten áttörte az én keménységemet, meg azt, hogy bekereteztem az Istent. Aztán vannak még kereteink, aztán még nagyobb kereteink, és így tovább. Tehát az Isten tágít. Tehát olyanok vagyunk, hogy ez egy történet, aztán még sorozatban lehetne mondani, hogyan tágított engem az Isten, az segít, amikor nehézségeim vannak, amikor nagyon kínlódom, hogy a halál után van feltámadás. De csak azt tud feltámadni, ami már meghalt. És ezt hiszem, és tapasztaltam. És amikor nagyon nagy nehézségekben vagyok, mert sorozatban volt személyes kapcsolatok miatt, feszültségek miatt fájdalmam, nehézségem, mindig ez segít. Jézus meghalt és feltámaszt. És ezeket a szituációkat is feltámasztja. Ez segít. Mi történt április 27-én? Április 27-én
ezelőtt 30 évvel volt egy nagyon nagy isteni élményem. Nehéz azért erről beszélni, mert ez egy élmény, amire nincsenek szavak. Én szamuelci származású vagyok, és úgy kerültem Pestre, hogy itt tanultam, meg dolgoztam. És azért is jöttem Pestre, mert én szabad akartam lenni, önálló akartam lenni. És amikor Nyíregyházára eljöttem, ott voltak barátaim, voltak kapcsolataim. És amikor ide eljöttem Pestre, nagyon nagy magány szakadt rám, de olyan elementáris erővel, hogy egyedül vagyok egy 2 milliós városban, kapcsolatokat alakítottam, de nem voltak mélyek, nem voltak igaziak, és a magány az valami hallatlan volt. Jártam én hittanórára, és azok a fiatalok csak magukkal foglalkoztak. És ez nekem fájdalmas volt, hogy kis vidéki feljöttem, bennem volt még az a kis félelem az emberektől, a bizonytalanság, a vergődés, és hogy én nem vagyok elég megfelelő. És hónapok teltek el, és úgy éreztem magam, mint egy hatalmas nagy völgyben. És nem bírok kimászni belőle. Nagyon meg tudtam azokat a fiatalokat érteni, akik gengekbe kerülnek, bandáznak, mert valami kapaszkodót akarnak. De én csak kiáltani tudtam az Istenhez. És ebben a kiáltásomban én megtapasztaltam, hogy ő segített. Akkor újságíró voltam, hajnalonta ebből éltem meg, meg aztán tanultam a főiskolán, és egyik hajnalon, amikor felkeltem, április 27-én, akkor ránéztem az égre, és annyira tiszta volt az ég, hogy piros volt alul, sárgás középen, és kék egészen sötétkék felül, és mindennek ékekként ott ragyogott az est hajnal csillag. És úgy éreztem, hogy mond valamit. És egész nap úgy figyeltem, mi történik. Mi történik a mai nap? Egészen különleges. Még most is emlékszem, mert úgy figyeltem, hogy kikkel beszélgettem. És este hittanórára mentem, látóilag szerelmes is voltam, gondoltam, ez a csillag lehető, azt jelenti, hogy ezzel a fiúval összejövök. És nem történt semmi. Csak azt éreztem, hogy nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog vagyok. És ahogy eljöttem onnan a hittanóráról, azt éreztem, hogy még boldogabb vagyok. Semmi nem történt. Csak nagyon boldog voltam. Mentem az albéletem felé, és olyan nagy volt bennem a boldogság, hogy egyszerűen szinte nem bírtam elviselni. Tehát annyira tele voltam örömmel, ragyogással, boldogsággal, hogy egyszerűen szinte felkiáltottam az Istenhez a szívemmel, hogy de mi ez? De mi ez? Nem értem, nem történt semmi, és annyira boldog vagyok. És akkor kaptam választ az Istentől. És kaptam egy mondatot tőle. Azt mondta, veled vagyok. Veled vagyok. És átéltem a mennyek országának az örömét. Tehát a mennyország ez, hogy Isten velünk van. Olyan hallatlan boldogságot fog nekünk adni, amit el nem tudunk képzelni. És úgy tölt be, hogy éppen túlcsordló mértékben el tudjuk viselni. És a későbbiekben pedig nagyon szép, hogy ez a csillag vezetett tovább. Hónapok teltek el. Ez április 27-én volt, és augusztus végén meghívtak életem első lelki gyakorlatára, és elmentem. Aznap újságot hordtam, csillagot volt az égen. Ott a lelki gyakorlaton megkérdezték tőlem, hogy na és mit akarok az élettől. Mondtam, hogy én apostol szeretnék lenni, meg ilyenek. Jó, elvittek. Akkor a szociális testvéreknek az egyik előjárójához, Szilics Ágneshez, én nem tudtam az semmit, és az szeptember 4-e volt. Aznap reggel újra vittem az újságot, hajnal csillagott az égen. Jó. Ez a kedves testvér beszélt mindenféle szépeket, kicsit megismert, és mondta, hogy másnap lelki nap lesz, menjek el. Jó. Aznap viszont újra hordtam az újságot, és a csillag még ott volt az égen. Egyszerűen
Isten ezen az esthajnal csillagon keresztül az teljes illegalitásba így vezetett be a közösségbe. Ez 1982-ben volt. Tehát akkor nem lehetett beszélni a testvérekről, nem lehetett beszélni arról, hogy valaki szerzetes. A saját szüleim nem tudták a rendszerváltásig, hogy én szerzetes vagyok. Azért, mert ez nem lehetett, de az Istennek nem volt lehetetlen, és így vezetett. Sőt, azt is megkaptam tőle, mikor eljöttünk arról a beszélgetésről az Ágnestől, hogy a fülemmel hallottam, hogy Isten mondta, hogy jó helyen vagy. Mai napig emlékszem a szavakra. Jó helyen vagy. Tehát így vezetett engem az Isten. De van még valami. Amikor a teológiára jártam, akkor az volt az élmény, akkor sokkal többet olvastam a Szentírást, és ha olvastam, ilyen nagyon nagy személyekről, akár mint Mózesről, Jeremiásról, Dávidról, Máriáról, sorba mondja nekik az Isten, veled vagyok. És a Mózesnél, amikor az égő csipkebokornál ott van, akkor ezt kapja, hogy az Isten neve ez, hogy veled vagyok. És én ezt kaptam személyesen. És minden nehézségemben ez egy olyan kapaszkodó, hogy ezt nekem Isten mondta. Nem csak úgy általában, hanem nekem Isten mondta. És igen, vannak nehézségeim, vannak küzdelmeim, de van alapom, amire építhetek. Ami megváltoztathatja az én életemet is, és a többiekét is. Nem vagyunk egyedül. Isten azért teremtett, mert az ő boldogságába akar minket meghívni. És az a boldogság nekünk nagyon jó. Úgyhogy én ezt ünneplem, és bármennyire furcsa, hogy az április 27-e érzelmileg nekem fontosabb, mint a születésnapom. Az égi születésnapunkra készülünk, mennyek országának az eljövetelére. Itt élünk 70-80-90 évig, valaki is 100 évig, de ez egy morsa ahhoz képest, ami az örökké valóság. És nekünk erre az örökké valóságra kell készülni. Arra a teljes valóságra, amire minket Isten meghívott, és amit ő készített nekünk elő. Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc étele? Talán a magyarókrém, bármennyire furcsa. És ma reggel ettem magyarókrém, de ez a sós magyarókrém. Ez gyerekkoromnak egy kedvenc emléke. Amerikából jöttek kedves ismerősök, és hoztak ajándékba magyarókrémet, sós magyarókrémet. És azt nagyon, nagyon szerettem, és ma, mert a nővérem karácsonyra ezt adott nekem, ma reggel ettem egy kicsi magyarókrémet is. Ilyen egyszerű. És a harmadik kérdésem az lenne, hogy mik a közeljövőre a tervei? Ó, csodaváltás. A közeljövőben a terveim. A közeljövőben mindenképpen abból indulok ki, amiben most benne vagyok. Tehát mindenképpen az evangelizáció. Az úgy evangelizációt hirdette meg a pápa, ezt erősíti meg az egész katolikus egyház, és ez van az én szívemben. Tehát az én elképzeléseim konkrétabban is az evangelizációval kapcsolatban, részint a karizmatikus megújulás tagjai, nagyon bízom benne, hogy ebben komolyabban részt vesznek, mert az emberek nem ismerik igazán Jézus Krisztust, és nem ismerik igazából a Szentlélek erejét. Tehát szeretném, hogyha sokkal többen megismernék a Szentléleknek a nagyságát, és hogy ő vezet bennünket. Éppen ezért néhány konkrétumot is mondanék. Van egy olyan lelki gyakorlat, amit bérmálkozóknak szoktunk tartani, és most megyek majd májusban Szombathelyre, kb. 60 fiatalnak tartunk, 60 bérmálkozónak ilyen lelki gyakorlatot, abban segíteni, hogyha valaki megbérmálkozik, akkor befogadja a Szent Lelket, és a Szentnek erősítse őt meg, mint hogy engem is megváltoztatott, engem is gyógyított, engem is vezet. Ahogy az apostolokat átalakította, vezette, megerősítette, bátorította, úgy másokat is megerősítsem. Tehát ilyen lelki gyakorlatokat szeretnék többet tartani fiataloknak. A másik, ami ilyen álom az eljövendőkben, hogy evangelizációs estéket szeretnék tartani, ahogy a
50. születésnapom előtt tartottunk egy 8 alkalmas evangelizációs estét Újpesten. Ugyanúgy szeretném ezt folytatni a későbbiek folyamán, sőt, akár ezt leírni és átadni másoknak, hogy ezt tartsák. Családos emberek kevésbé tudnak időt szakítani arra, hogy hosszan képzéseken vegyenek részt, de szüksége van az embereknek, keresztény embereknek arra, hogy bátorítást kapjanak arra, hogy ha én beszélni szeretnék, akkor mit mondjak. Megélni, sokan megélik Jézushoz való tartozásukat, de hogy mit mondjunk, hogyan cselekedjünk, ez egy kicsit nehéz. Úgyhogy többek között ebben. Aztán még sorolhatnám, készülünk a következő országos karizmatikus találkozóra, ami szeptember 15-én lesz most Szegeden. A témája pedig az ige gyógyító erejében. Nagyon sok beteg ember van ebben az országban, nem csak azért, mert el kell menni az orvoshoz, hanem lelkileg sérült és beteg, de az ige gyógyít. Ahogy a bölcsesség könyvében olvassuk, hogy nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem kenőc, csak a te ígéd, Uram, ami mindent meggyógyít. Éppen ezért én nagyon sok embernek láttam már a gyógyulását, fizikai gyógyulását és lelki gyógyulását. Az országos találkozóra így hívjuk ezeket az embereket, hogy gyógyuljanak tovább Istenben. Isten áldását kívánom ehhez a tevékenységhez, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon szívesen. A Bonum TV kedves nézőinek pedig szeretném megköszönni a figyelmüket, legközelebb várjuk Önöket a viszontlátásra.